Szent József ünnepén különösen a férfiakat, az édesapákat várták a szemináriumi templomba, hogy részt vegyenek az áldást adó szentmisén. Spányi Antal megyéspüspök elmondta, nagyon fontos a családok megerősítése, életüket segíteni kell szeretettel, hittel, példaadással. A családokat úgy tudjuk segíteni, ha odafigyelünk minden egyes tagjára. Nagyon fontos, hogy megünnepeljük az anyákat, akiknek senki mással föl nem cserélhető és össze nem hasonlítható szerepe van a családban. De a családban nagyon fontos szerepe van az apáknak is, hiszen őnekik kell a család tartását megadni, hogy az anyák megadják a család melegét, szeretetét, a fészek jellegét, az apáknak kell megadni a maguk erejével, bátor férfias helytállásával azt a biztonságot, amelyen belül a család minden tagja meg tudja valósítani önmagát. A megyéspüspök hozzátette, ugyanígy kell figyelnünk a gyerekekre is, akiket számos veszély fenyeget. Fontos, hogy erősítsük őket. Amikor a férfiakra gondolunk, hogy hogyan tudjuk őket segíteni a keresztény családban betöltött szerepük megélésében, akkor nagy segítség lehet Szent József példája. Szent József a maga életét odaadta az Istennek. És azt kereste, hogy az Isten mit akar az ő életével, és ő erre kimondta maga igenjét. Csodáljuk Mária igenjét, amit Gábor angyalnak mondott, de ugyanúgy csodálnunk kell Szent Józsefnek a bátorságát, a mindent odaadását, amelyet ugyanúgy egy életre szólóan kijelentette. Nagyon fontos számunkra az, hogy Szent József mindenféle helyzetben tudott az Istenre figyelni. Álmában is megismerte, elfogadta, fölismerte az Isten üzenetét. Spányi Antal hangsúlyozta, Szent József kiállt, kitartott az üzenetek mellett, nem akart tündökölni, elfogadta, hogy Isten szolgálója. Így lett ő az egyház számára Mária után a legfontosabb szent. Jól tesszük, ha rá figyelünk, ha az áldását kérjük. A Szent Mise végén Spányi Antal megyéspüspök megáldotta a családapákat, Szent József áldását kérve életükre.